szakon második felén a klubon hazai jövőjévő értékelésen alkozásában a sajtófogatásai, és hát a DVTK oldaláról, a DVTK vezetőedzője, hogy a láttam, hogy találkozunk, feladó felvezetőre szó parancsolat. Today, because we have great hopes in this match. My opinion on the first half wasn't so good for both teams. It was a game that is slow, with many mistakes with both teams. We are waiting to our own mistake. Unfortunately for us in the first half, we didn't have this accuracy, especially in the mid-up. But in my opinion, the second half everything changed. In the first part of the second half, my opinion, could decide the match. But of course, we had today the same problem than in the previous games. We didn't have the accuracy enough to score. But you know, I am proud for the players because at the end, the player today, especially in the second half, they try everything. Nobody can say that the player didn't try. Of course, in this situation of pressure, I fell in some of them. That they were not so confident enough to, especially to affront this kind of matches. But you know, this, we knew this from the beginning. We need to keep going, and the most important now we have a very important match in Kiev. Nagyon nehéz napon vagyunk túl, nagy reményekkel mentünk bele a mérkőzésbe. Az első félidő szerinte színvonalában nem volt megfelelő, egyik csapat se játszott jól. Lassú volt a mérkőzés, nagyon sok hibát védett mind a két csapat, nagyon sok volt a pontatlanság. Úgy érzi, hogy a második félidő az másképp nézett ki, ott szerinte a félidő, második félidő elején lett volna lehetőségünk akár a mérkőzést is eldönteni, de ismételten a pontatlanság és azok a fajta utolsó döntések nem voltak meg, hogy gólt tudjunk szerezni. A játékosokra büszke, mindenki láthatta rajtuk, hogy nagyon akarták a sikert, rendben volt az akarat. Úgy érzi, hogy a nagy nyomás egy picit az önbizalomra is hatással volt, hiszen sokszor rossz döntéseket hoztak, de folytatni kell ugyanígy tovább a munkát. Jövő héten egy sorsdöntő mérkőzést fogunk játszani Kisvárd ellen. Köszönjük szépen, és várjuk akkor a kérdéseket. Vince András, egy nemzeti sportom. A mérkőzés előtt is a akaratra hívta fel a figyelmet. De a mérkőzés után, ha megnézi a statisztikákat, akkor mi az, amivel szembesül? Mi az a hiba, amit a csapatjátékában felvett? My opinion, two things. In the first half, as I talked before, we didn't find the right space. We knew that we tried to accumulate many players behind the midfielder line of them. But in the first or second pass, we weren't so accused in this way, especially for the in the different line. Of course, the second half, the first half, I tell you, is very bad. My feeling also, the game was slow. We didn't have many shots on this. But in the second, of course, especially the first 25 minutes, in my opinion, we made many crosses, of course, without the brilliant that I would like, of course, but we try. My feeling is that, of course, Haladas get a great prize, if you see what they did in the pitch. But, you know, football like this, I need to congratulate them because they get the 3 points, but in my opinion, they have a great prize. Az első fél időben úgy érzi, hogy a legnagyobb problémánk az volt, hogy nem találtuk a megfelelő területeket, ahol szerettünk volna létszám fölén kialakítani, nem jutott el oda megfelelően a labda. Ugye azt szerette volna, hogy a vonalak között létszám fölén alakítsunk ki, de rengeteg volt a rossz passz, nem jutottuk el ezekre a területekre, hasú volt a játékunk, és nagyon keveset veszélyeztettünk, keveset lőttünk akkor. A második fél idő első 25 perce az szerinte sokkal jobban nézett ki, jöttek a beadások, próbálkoztunk, de nem volt meg az a fajta, úgymond zsenialitás, vagy az a fajta plusz, amivel gólt tudtunk volna elérni, de összességében úgy érzi, hogy ezzel a 3 ponttal a Haladás egy nagy ajándékot kapott, hiszen hogyha megnézzük azt is, amit ők nyújtottak, ezt mondhatjuk úgy, hogy ez egy díj, amit ettől a mérkőzéstől kaptak, de ilyen a futball, meg tudták nyerni a mérkőzést, egy rögzített szituáció.
szituáció után, és természetesen gratulálni a győzelemhez. Köszönjük. Álljunk a további kérdéseket. Berőz Csaba, Észak-Magyarország, hogy úgy érzi, hogy nem az a csapat nyert, amelyik többet tett a győzelemért? De különösen az első fél időben hát leginkább a Diós öttér felén folyt a játék. It's true, but sometimes we play in our own half, especially with the ball, because we want to attach the attention of the player to create the space behind. We didn't, it doesn't work today, of course, for many reasons, because sometimes football is like this. But of course, we solved this in the second half. In my opinion, the main problem in the first was also this, that we made many mistakes, especially in the to break the first press line of Halalas. After this, in my opinion, the second half we solved, but also the problem was in the finishing. Anyway, in this situation, in my opinion, Losa had a few good options, also we closed the bar, the post at the end of the match. And believe me, I didn't feel danger from Canadas in the second half, but they scored one goal. Valóban beigazad volt, sokszor a saját térfelünkre ment a játék, de van, hogy azért birtok olyan csapat a saját térfelünkre labdát, mert így próbál területeket nyitni az előrébb játszó játékosoknak. Az más kérdés, hogy sok hiba csúszott a játékunkban, nem igazán tudtuk ezt az első vonalat áttörni, és ezért nem tudta labda eljutni azokra a területekre, ahol szerette volna. A második fél időben, amit előtt is említett, javult a játékunk, rúgtunk a kupát, de úgy érzi, hogy ha a haladást a második fél időben nézzük, akkor ő nem érzi úgy, hogy komoly veszély lett volna a játékunkban. Azt kérdezném a mestertől, hogy nem fél attól, hogy egy ilyen vereség, ami most elszenvedett a csapat, hogy benne marad a fejekbe, az egy év múlva egy még nehezebb helyszínen, egy még fontosabb meccs van a csapatra. If you tell me now, choose one team to play next week, I will choose Kisvárda. True, because it's the team who is in front and we need to win next week. We will have again 2 points up. So of course it's a challenge. Now the player, when you lose one match at home, especially again one direct opponent, you know the head of the player now today is a tough day for them. But tomorrow is a new day. In my opinion, I trust again a lot in the players. I trust in the work that they are doing. And believe me, our target from the first day is to stay in first division. I mean, I should have won this squad week again, because this is we knew that the way is not easy. Football and life is always like this. But now we need to stand up, get up, think about Kisvárda, and prepare the next match in this way. Hogyha választhatna jövő héten, kivel szeretne játszani, akkor a Kisvárdát választaná, pont azért, hiszen egy olyan ellenfél, aki ellen, hogyha sikerül győzelmet aratni, akkor meg tud előzni a tabellán, és újra elmozdulsz a kielső helyről. Abban igazából ez egy óriási kihívás, egy hazai pályán közvetlen riválistól elszenvedett vereség, az azért nehéz a játékosoknak, nehéz mindenkinek, de holnap fel kell újra a nap, minden elkezdődik előről, és sajnos az élet és a futball is sokszor él, hogy egyszer fönt, egyszer lent. Szezon elejétől mondja, első osztályú tagság megőrzése a legfontosabb, és bízik a játékosok, úgy érzi, hogy a csapat ez alkalmas arra, hogy ezt a célt elérje. Az elmúlt 6 mérkőzésből 5 alkalommal vesztesen hagyta a csapat a pályát, és hogy korábban kevésbé lehetett látni, hogy minden mérkőzésen van legalább egy gólt eredményező védelmi hiba. Most is például adhat üresen voltunk a támadóval, senki nem vette fel, meg is lett az eredménye. Minek köszönhető az, hogy ennyire összezuhant a védelem fejnek? You analyze all the goals, maybe 80% of the goal are mistakes. Of course, if we don't have mistakes, we can be in first position. Of course, my feeling is that, especially today, I felt in the player, you know, this nervous or this pressure that they need to live with this because they are professional. In my opinion, we stayed the whole year playing in that situation. For the young player, it's like I told them, all this is a learning
course, the problem was that all this kind of small mistake, the opponent take advantage. But for example, in the first half, we have also one mistake, a clear mistake, and they didn't score. So, sometimes, of course, we, my work or the way of the coaches is always to try to fix this mistake. In my opinion, we are a brave team, and we will always try to play, we will always try to win the matches, to be better. Sometimes we get it, and many times, lucky for us, we don't. But this is football. We know from the beginning that our season will be long. The target is this, and take no fast. My opinion, we have now 18 points to fight, similar situation than the season, unfortunately for us and for the club, but this is the reality and we need to fight. And it's better if we fight everybody together. But sometimes I know that it's difficult. We need to understand also the fans, because I know that they will be totally sad today, because it was a difficult day for them as well. In the last matches, they travel to, you know, to Budapest, to anywhere, to Somateli. We feel this support, but unfortunately for us, we are not giving back what, in my opinion, what they deserve. But at the end of the season, it's in May, and I am sure that we will get the title. Hogyha elemzed a gólokat, akkor általában 80%-a a hiba után történik, hogyha nem hibáznánk, akkor ugye az első helyen lehetnénk. Ma az is benne volt, hogy a játékosokon lehetett érezni az idegességet, rajtuk volt ez a nyomás, de mindig elmondja nekik, hogy profi játékosoknak ezzel együtt kell tudni élni, és kell tudni kezelni ezt a helyzetet. A fiatal játékosoknak ugye sok van a keretben, azt lehet mondani, hogy ez egy tanulási folyamat, meg kell ezt szokják, meg kell, hogy tanulják. Az igaz, és abban teljesen igazad, hogy általában ezeket a hibákat megbünteti az ellenfél, amit elkövetünk, bár az első fél időben ugye volt egy ugyanilyen hibán, ahol a haladás nem tudott gólt szerezni. Az is tény, hogy ő egy bátor csapatot szeretne a pályán látni, vagy mondhatjuk azt, hogy egy bátor csapat vagyunk, megpróbálunk játszani, megpróbálunk úgy nyerni, hogy jobban játszunk, mint az ellenfél, próbálunk futballozni. A cél, vagy a kitűzött célt elérjük, az ugye csak rajtunk múlik, 18 pontért versenyez még a csapat, ebből kell azt kihozni, hogy a vonal fölött tudjunk lenni a szezon végén. Nagyon sajnálja, hogy ugyanaz a folyamat történik, mint mondjuk tavaly is, ez nem egy könnyű helyzet senkinek, de az az igazság, hogy valahol ez a realitás, mert ezért állunk itt. Nagyon fontos, hogy ezt csak együttesen tudjuk elérni, tehát mindenkitől kell az a fajta energia, hogy együtt ezt a helyzetet megoldjuk. A szurkolókról tudja, hogy biztos, hogy most nagyon szomorúak, nem egy ilyen napra készültek, és egy nagyon nehéz nap ez ő nekik. Szeretnék nekik megköszönni, vagy szeretnék kiemelni, hogy mindenhol elkísérik a csapatot, legyen az Budapest, legyen Szombathely, és ott vannak, érezzük ezt a segítséget, amit ők próbálnak nekünk nyújtani, de az az igazság, hogy azt a fajta pluszt, amit ők nyújtanak, vagy amit tőlük kapunk, azt nem adjuk mostanában nekik vissza, és ezen javítani kell. Köszönöm szépen. További kérdés van, ami úgy látom, hogy nincs, akkor viszont köszönjük szépen. Köszönöm szépen.